túlzás nélkül állítható, a tavalyi esztendőben a Verga ZRT bizonyult az egyik legaktívabb állami erdőgazdaságnak. Olyan projektek valósultak meg, amelynek eredményeképpen jó néhány honfitársunk megismerkedhetett az erdészek és a vadászok tevékenységével. Került közelebb az erdőhöz, és ezen keresztül jócskán javult az ágazat társadalmi megítélése. A beruházás sorozat keretében kilátókat építettünk, kilátót újítottunk fel, erdei iskolát bővítettünk, erdei iskolát alapítunk 14 elején Várpalotán, illetve számos olyan beruházást végeztünk, amely a lakosság pihenését és rekreációját segíti elő. Alsóperén, a Bakony Zöld Szíve Központban átadtuk szeptember 28-án a Szent Imre kápolnát, mellette az erdei szabadtéri színpadot, a Nádasdi Arborétum, amely eddig méltatlan állapotban volt, azt most egy nagyon komoly terv alapján elkezdtük felújítani. Az arborétumban egy 8 méteres keresztet állítottunk fel, a magyarság keresztjét, amely hirdeti, hogy a magyarság összetartozik, akárhol él a világban. A Példaképek Emlékparkját hoztuk létre, ahol 12 ezüsthársat ültettünk, és 12 kőre az hársak előtt felírtuk, illetve felrajzoltuk erdész és vadász elődök életét, nevét és arcképeit. Így tisztelgünk és így őrizzük a hagyományokat. Emellett egy olyan látogatóközpontot hoztunk létre, amely 250 négyzetméter körüli alapterületével a környék egyik legnagyobb épülete, amelyet egyébként 100 nap alatt építettünk föl. Ebben a látogatóközpontban kapott helyet az a magángyűjtemény, amely afrikai trófeák tárgyában létesült. Egy névtelen adományozótól kaptunk meg 209 darab afrikai trófeát. Veszprémben átadtuk azt a terméskő lépcsőt, amely közel 200 lépcsőfokból áll, a Rovaniemi lépcsőt, amelyet a finn nagykövettel és Navracsics miniszterelnök helyettes úrral tudtunk, és aztán Borga Gyula polgármester úrral tudtunk átadni. A társadalmi felelősségvállalás jegyében számtalan olyan akciót hajtottunk végre, amely azt hiszem, hogy példaértékű minden hasonló társaságnak, legyen az állami vagy magántársaság. Megemlíthetem a 2013 nyári árvizet is, amikor társaságunk volt az első, aki nem érintett állami erdőgazdaságként segítséget nyújtott. Segítséget nyújtottunk 40-50 közfoglalkoztatottal, akiket elküldtünk busszal, és napokig dolgoztak a gátakon, de segítséget nyújtottunk egyedülálló módon, 19 terepjáróval a mérnöki állomány és a menedzsment ment, és ilyen gyors reagálású csoportként dolgozott a gátakon. A közjólét oltárán azt hiszem, hogy talán a Verga az egyik élenjáró erdőgazdaság. Természetesen a következő években próbálunk még a közjólétre nagyon-nagyon sok pénzt és energiát fordítani. Felismertük azt, hogy nekünk, kinek másnak, ha nem nekünk, állami erdőgazdaságoknak kell segíteni, és az emberek rekreációját, a természetközeli nevelést elősegíteni azzal, hogy közjólétet erősítünk, és a közjólétre ennyi pénzt és energiát fordítunk. Mint egy non-profit szervezetként próbálunk működni, ami befolyik a gazdálkodásból, azt próbáljuk visszaadni az embereknek úgy, hogy az erdőn keresztül próbálunk így visszaadni beruházásokat. Amióta a Magyar Fejlesztési Bank a tulajdonosságokat gyakorló szervezet, azóta ez a gazdálkodás mindig hatékonyabb, és ezáltal tudunk mindig többet visszafordítani a közjólétre. Dusnok község határában található az ország legjelentősebb állami fácán és fogoly törzs állomány telepe. Innen a Gemenc ZRT telepéről történik a hazai apró vadgazdálkodók jó részének kiváló minőségű fácán tojással való ellátása. A fácánt a rómaiak
hozták Európába. Időszámítás után 200-al vannak feljegyzések, hogy egy piaci árlistán egy fácán 50 dinárba került. Ugyanakkor egy ez időbeli árjegyzéken található, hogy egy hajóásnak az egynapi munkája 25 dinár volt, tehát akkor is egy értékes madár volt, akkor ugyan nem vadászatra tenyésztették, hanem így háztájiként előkelő udvarok ünnepi asztalain volt főfogás. Aztán a faj Itáliából fölkerült a rómaiak idején mi hazánk területére is, és az élő fauna része lett. Középkorban is találunk pár említést a fácáról, például a II. Lászlónak egy rendelete, aki 1500-as évek elején megtiltotta a fácán vadászatát, csapdázását, fogását a jobbágyoknak. Amikor a 19. század utolsó harmadában angol kisipari műhelyekben kifejlesztésre kerültek a ma is használatos utoltöltős, töltényel működő fegyverek, akkor kezdtek el az emberek foglalkozni a fácán tenyésztésével, vadászatával. Akkor már a természetes populáció nem bizonyosult elégnek, ugyanis az apróvad vadászatot a teríték nagysága minősíti, így elkezdtek foglalkozni, hogy is lehet a fácánt tenyészteni. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején a tejesítés kezdetekor, nagytáblás mezőgazdasági területek kialakulásakor, gépi művelés, kemizációkor az apróvad állomány lényegesen lecsökkent, drasztikusan kezdett fogyni, és ekkor hoztak létre az országban különböző helyeken fácántelepeket. Így alakult ez a lenesi fácántelep is 1964-ben meg. Akkor építették a infrastruktúrát, az épületeket, és 65-ben kezdte a termelést. Az erdőgazdaság az állami fajvédelmi terv előírásai alapján ugyancsak itt Lenesen teremtette meg a magyarországi fogolytenyésztés alapjait, amikor 2005-ben létrehozta Magyarország egyetlen fogolytörzstelepét. Így biztosítva ennek az egykor igen elterjedt és pár évtizede még nagy számban vadászott őshonos madárnak a Kárpát-medencei fennmaradását. A fogoly ellenben a fácánnal egy őshonos madarunk, nagyon is hozzátartozik a magyar táj állatvilágához, madárvilágához. 41-ben volt egy nagyon nagy tél, amikor is több méteres hó esett az országban, és ez egy nagy fogolypusztulást eredményezett. Valószínűleg ez a fogolypusztulás nem egyedülálló a történelemben, csak ezt megerősítette a 50-es évek végén történő nagytáblás mezőgazdasági kultúrák kialakítása, a géphasználat, traktorhasználat, kemizáció, és így a fogoly nem tudott fölállni ebből a gödréből, és ez a fogoly fajnak ez a hanyatlása a mai napig is tart. Feszélyeztetett fajnak nyilvánították, és így indult meg 2004-ben ez a visszatelepítési program, aminek ez a fácán és fogoly telep lett a törzstelepe. A telepen alkalmazott technológia mind a fácánnál, mind a fogolynál hasonló, két hasonló fajról beszélünk. Ez egy zártéri nevelésű technológia, ami három fő részből áll. Ugye mesterségesen összepárosított családoktól szedjük a tojásokat, mesterségesen kikegtetjük ezeket a tojásokat, aztán zárt előnevelőben történik a nevelésük az első és 4 hét közötti időszakban, aztán 4 hétes korukban a középnevelőkbe kerülnek, utána pedig 8 hetes korukban kikerülnek az utónevelőkbe. A lenesi fácántelep az egy speciális helyzetben van, mert egy erdőben épültek a tároló kerítései, tároló voliérei, így a téli havazások idején nagyon behavazunk, és nagyon sok hó lerakódik a tárolóinkra, ezért a hálókat nem tudjuk fenntartani télen, így kiszfogjuk az állományt a hálók alól, lekötjük a szárnyaikat, a hálókat téli tárolóba rakjuk, így megőrizzük ezeknek a hálóknak az állagát, és 10-20 évig is tudjuk használni ezeket a drága hálókat. Az
amerikai Otis termékcsalád többféle kivitelű fegyvertisztító készlettel segíti a vadászokat, sportlövőket vagy a fegyveres testületek tagjait, beleértve a mesterlövészeket is. A minden létező kaliberű maroklőfegyverhez vagy puskához, így akár az elöltöltős muzeális ritkaságokhoz is használható Tactical Cleaning System lényege, hogy sörétes és golyós fegyverek, valamint pisztolyok tisztításához tartalmaz eszközöket. A kisméretű cipzáras hordtáskában rézkefék, adapterek, pamutpárnák, illetőleg különböző hosszúságú és vastagságú, műanyag bevonatú acélsodronyok találhatóak. Ezek segítségével a lőfegyverünk makulátlan állapotba hozható. A hagyományos tisztítórendszerekhez és eszközökhöz képest az Otis előnye, hogy nincs szükség a körülményesen alkalmazható puska vesszőre. A fegyvert a karbantartáshoz nem kell szétszedni, a kefék sokáig megőrzik minőségüket. A legfontosabb különbség azonban, hogy a csőtorkolat megsértése gyakorlatilag kizárható. A tisztítás a töltényűr felől a csőtorkolat felé történik. Ezáltal a szennyeződéseket kifelé húzzuk a csőből, nem befelé toljuk a mozgó alkatrészeket tartalmazó szerkezetbe. Ezzel jelentősen csökken a meghibásodás esélye, hiszen a tisztító kefével követjük a lövedék útját. A lágy, műanyag bevonattal rendelkező sodronykötél nem veszélyezteti a csőtorkolat épségét. Az Otis rendszerek jellemzője a kompakt méret, vagyis akár a vadászatra is magunkkal vihetjük, ahol akár az is előfordulhat, hogy kint a területen szennyeződik a cső, és a lövés biztonsága megkívánja az azonnali korrekt tisztítást. Az Otis rendszerek mindent tartalmaznak, amire a tisztításhoz szükség van. A használatára jellemző a takarékosság, hiszen a pamutpárnák például 6 alkalommal használhatóak. Mindent egybevetve könnyen megjósolható, hogy az Otis kis mérete, praktikussága, igényes kialakítása, valamint rendkívül egyszerű használata miatt a magyar vadászok körében is hamarosan óriási népszerűségre fog szert tenni. Azt a külhoni vadászat szerelmesei és hírvégi Béla világvadász tisztelői már megszokhatták, a nemzetközi szinten legismertebb magyar vadász ezúttal is valami újdonsággal készül a februári Fehova kiállításra. Ott fogja ugyanis bemutatni legújabb könyvét, amelynek Hegyen innen, hegyen túl a címe. A vadász irodalmi különlegesség hivatalos premierjére február közepéig még várnunk kell. A hazai vadász nézőit azonban már most beavathatjuk néhány műhely titokba. Az utolsó könyvemet a Sziklák peremén 2 évvel ezelőtt, mikor dolgoztunk rajta, akkor jöttem rá, hogy azóta, mióta megjelent az első könyvem, amelyik nem hegyi vadászatokról szólt, az 2000-ben jelent meg, azóta valami 48 nem hegyi vadászaton vettem részt. Tehát 48 szafárim nincsen lejegyezve. És gondolkoztunk a Zsuzsámmal, hogy éppen ideje lenne, nem csak a hegyekről, a hídvégi nem csak a hegyekbe járt, hanem járt Afrikába járt, Észak-Amerikától, Óceániától kezdve mindenhol, és rengeteg anyag van az agyamba, és mielőtt túl késő lesz az életemben, hogy ezt leírhassam, ideje lenne ezen gondolkozni, hogy ezt megírjam. És ez így kezdődött el ennek a története. Gondolkoztam azon, hogy valahogy másképp kellene ezt a könyvet megszerkeszteni, nem csak, hogy jöttem, láttam, lőttem, ettem, hanem valami más szisztéma szerint. Nem úgy csináltam, hogy országról országra, hanem egy csoportot vettem górcső alá, és elkezdtem gondolkozni, hogy melyik is nekem a kedvenceim, és melyikből van majdnem 90%-a azokból abból a csoportból. És akkor rájöttem, hogy itt vannak a macskák, melyikből van vagy 7 vagy 8, akkor itt vannak a medvék. A hegyi vadászat mellett vagy után a csavart szarvúak és a dzsungel, az őserdei vadászat, amelyik vonz legjobban.
két csoportot vettem ki a csavarszarvúak után, amiről szeretnék írni, ezek a Mickey Mouse-ok, a törp antilopok, és az őserdei vadászat, amelyikben az őserdei elefánt, a szitatunga, az őserdei óriás disznó, stb. Tartozik. A Prihoda Judit festőművész által illusztrált kötet nem csupán a vadászoknak, hanem minden természet szerető olvasónak tartogat érdekességeket. Ráadásul komoly, a középiskolások, valamint a felsőfokú intézményekben tanulók számára különösen hasznos oktató anyagnak is tekinthető, azáltal, hogy a benne szereplő vadfajokat részletesen bemutatja. Béla bácsi útmutatása alapján ugye ő elmondta, hogy milyen vadfajokról lenne szó. Tulajdonképpen nagy újdonságot nem jelentett nekem egyik sem, már azért 20 éve dolgozom ebben a szakmában, úgyhogy ismertem a vadfajokat. Hát azt nem mondom, hogy nem néztem utánuk, de nem volt újdonság egyik sem. Béla bácsi elmondása alapján, amit szeretett volna, hogy egy térképet, amin mindegyik rajta legyen. És hát azt gondoltam, hogy külön A4-es rajzokon, tusrajzokon jelenítem meg őket először, és később dolgozom össze a térképpel. És hát két térképre futotta belőle, mert az a sok faj, az egyre azért nem fért volna le úgy, hogy igazán szép legyen, és minden jól látszódjon rajta. Így aztán két részre bomlott a dolog, így két térképen lesz bemutatva a könyvbe. 9 fejezet elé, mindegyik fejezet elé írtam egy az életemnek, a 5 éves kis Béruskától egészen a mai napig egy-egy fejezetet. Tehát, ha valakit nem érdekel a vadászat, hanem érdekel az élet pályafutásom, a Béluskának a pályafutása, azt elolvassa, de akkor azért nem fogja átlapozni, remélem nem fogja átlapozni a többit, hanem elolvassa végig a könyvet. Szóval az elkészült munkákat tulajdonképpen Béla bácsinak adtam, mert úgy éreztem, hogy nála van a legjobb helyen. Tulajdonképpen ígéretet is kaptam rá, hogy annak ellenére, hogy gondoltam és tudtam azt, hogy jó helyre kerül, hogy végül Sopronba fognak kikötni, hogyha jól emlékszem. Azon is gondolkoztam, Judit, hogy ezeket az eredeti képeket fogjuk kiállítani a Fehován. Ez egy ilyen taplóra lesznek felrakva, és ez Sopronba fog kikötni. Szerintem méltó helyen lesz az ön munkájának. Köszönöm szépen. Az állami erdészeti részvénytársaságok közül a Gyulai ZRT-nél a legnagyobb a vadászat jelentősége, hiszen a vadásztatásból és a vadhús értékesítésből származó forgalmuk nem kevesebb, mint 30-35%-át adja az éves árbevételnek. Annak ellenére, hogy a vadászati évből még jó egy hónap hátra van, megkérdeztük, milyen tapasztalatokkal zárták a főidény eddigi részét. A Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT az elmúlt időszakban, a világgazdasági válság időszakában vadászati lehetőségek értékesítésével küzdött, de a folyamatos szakmai és vadászati kereskedelmi fejlesztéseink révén számos új vadászati piacot sikerült bevonnunk. Ennek egy fő vetülete volt az amerikai piacnak a beinvitálása a cég vadászati lehetőségei közé, amit én egy nagyon nagy sikernek gondolok. Hasonlóan nagyon jó és pozitív visszajelzésekkel teli irányunk a skandináv országoknak a megjelenése a cég vadászati vendégei között. Egy szintén nagyon fontos vadászati partnerünké kezd kialakulni a francia vadászati piac, ahol a legutóbbi időszakban megjelent barátaival a Francia Vadászszövetség első alelnöke, amelyik egy külön és nagy megtiszteltetés a mi számunkra. Nagyon jelentősnek gondolom még az arab piacnak a megjelenését. Szaúd-Arábiából és Bahreinből is jelentek meg vadászvendégek, akik rendkívül jól érezték magukat. Én azt gondolom, hogy a 2013-as évben megfordult a trend, és most már emelkedik a vadászvendégek száma jelentős mértékben.
azt is el lehet mondanunk, hogy bizonyos vadászterületeinken olyan mértékű vadászati forgalmat bonyolítottunk, ami az elmúlt 10-15 évben egyáltalán nem volt jellemző a cégnél. Új vadászati szolgáltatásokat is próbáltunk bevezetni, aminek az egyik fő vonulata az ability vadásztatás, ami azt jelenti, hogy mozgásokban korlátozott fogyatékkal élő vadásztársainkat is szeretettel fogadjuk a vadászterületeinken, és ez nem csak a magyar ability jellegű vadászokra vonatkozik, hanem nemzetközi szinten gyakorlatilag bárkinek és bárhonnan. Idén a dán barcogási szezonban az Amerikai Egyesült Államokból jelent meg nálunk háborús sérülések kapcsán mozgáskorlátozott vadászvendégeknek egy csoportja. Rendkívül jól érezték magukat, és úgy tűnik, hogy ez a folyamat az Egyesült Államok irányából egyre erősebb és fokozottabbá válhat. Egyértelműen érződik, hogy a fizetőképes kereslet növekszik a vadászati vonalon, nem csak a nemzetközi vonatkozásban, hanem a magyar fizetőképes vendégvadászaink száma is egyre inkább emelkedik. A vadászterületeinknek a színvonalán nagyon sokat fejlesztettünk a vendéglátásban, a vadállomány összetételében, illetve az élőhely fejlesztéseink kapcsán egyre inkább egy stabil, kiegyensúlyozott és nagyon ígéretes vadászati szezont várok én 14-15 szeptember-februári időszakában. Diás és Keszthely határában az elkerülő út mellett immáron másfél éve fogadja a látogatókat a Festetics Imre Állatpark. A komoly turisztikai vonzerővel bíró, több területrészből álló, összesen 4,2 hektáros kertet a Bakony Erdő ZRT hozta létre. Hogyha valaki ránéz a térképre, akkor látja, hogy Keszthely környéki erdők, ezek tulajdonképpen a Balatonnal összeépültek, tehát nagyon látogatott területek találhatók itt, és rengetegen járnak nem csak a helyi lakosok, de a nyáron ide látogató turisták közül is az erdőben, és hát keresnek különböző kikapcsolódási lehetőségeket, amikor rossz az idő, és nem lehet a Balatonra menni. Ezért a Bakonyerdő már a korábbi években is nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy ezen a területen is a közjóléti létesítményeket fejleszte. Ez a terület, ahol vagyunk, ez egy önkormányzati és részben Bakonyerdős terület is. A környéknek a önkormányzati vezetői is nagyon örültek, amikor meghallották ezt az ötletet, és hát teljes mellszélességgel mellé álltak. Biztosították a Bakonyerdőnek a hosszabb távú szerződést, a terület használatára, amelyik nem a Bakonyerdő területe volt. Korábban ez a város szélén egy szemétlerakó hely volt, tehát a munkákat úgy kellett indítanunk 2012-ben, hogy eltakarítottuk innen szemetet, és sokkal kulturáltabb képet alakítottunk ki. A napokban fog bővülni egy 1,3 hektárral, a szürke marháknál újabb területeket tudtunk megbérelni, és oda új kerítés épül, és akkor nagyobb területre tudjuk a szürke marhákat kiengedni. Jelen pillanatban 30-35 fajnak közel 180-190 darabos egyedszámmal dolgozunk itt a parkban. Megtalálhatók az őshonos hazai házi állatoknak nagyon sok fajtája, valamint a hazai erdőkben található vadon élő állatok közül a itt látható gímszarvas, mögöttünk lévő karámba a dámszarvas, majd pedig az őzek. A túlsó oldalon, ahol a szürke marhák, ott vannak a vaddisznók, valamint fácán van még itt a park területén. Nagyon-nagyon sok állatot tartunk, a mangalicák közül szőke, vörös, fecskehasú van, szaporulatta, jelen pillanatban itt 31 darab kismalacunk van az itteni állományból. Tehát van munka itt ebbe a parkba. Az Agrár Egyetemen van egy természetvédelmi mérnöki kar,
és a kar hallgatóinak van fél éves tantárgya a őshonos hazai házi állatok, és ők is ide szoktak jönni hozzánk a parkba, hogy itt a helyszínen be tudják mutatni, tudjanak beszélni azokról az őshonos házi állatokról, amik itt jelen pillanatban itt nálunk a parkban megtalálhatók. Én, ha itt napközben, amikor a látogatók itt vannak és járkálnak, és látom, hogy egy nagyobb csoport valahol megáll, akkor én mindjárt oda megyek, egy pár szót szólok az állatokról, és akkor azt veszem észre, hogy látják, hogy na ottan valaki beszél valamit, akkor egyszer csak jönnek oda. 2012-ben, akkor itt a mellettem látható gímszauras bika még kisborjú volt, és ide került júliusba, akkor még kellett szoptatni, és naponta háromszor reggel, délbe, este szoptattuk, egészen szeptemberig. És amikor meglátták, hogy jövünk, akkor hát nagy közönség volt a kerítés mellett, és akkor hát az egy attrakció volt, hogy hát szoptatják a gímszarvas borjút. A műsort támogatta a Vadászati Kulturális Egyesület. A Nimród Vadászújság. Az SP Jágd Vadászüzlet. A Bolyhos Pálinka. Támogatónk a pickup4x4.hu, a vadászautók építésének szakértője. A műsor támogatja a vadászkellék.hu, ahonnan megrendelhetők a Brunox és Otis termékek. A műsor támogatta a Grube Kft. A műsort támogatja az AZP kutyatápot forgalmazó Premium Pet Kft. A műsort támogatja a hunttrophy.com, a vadászok közösségi oldala.